Szevasztok, Peti vagyok, és az Avagroup Média csatornát nézitek. A mai nap megmutatom nektek, hogy hogyan kell leszedni a radiátorokat. De mivel sokan kérték, ezért csinálok egy rövid helyzetjelentést, hogy hogyan áll a lakásfelújítás. Megígérem, hogy ma megpróbálom nem befogni a mikrofont, mint ahogyan sikerült legutóbb a villanyszerelős résznél ott az ablaknál. Pár másodperccel sikerült valahogy befognom a mikrofont, úgyhogy vágjunk bele! No, tehát itt vagyunk a nappaliban. De mielőtt nagyon belevágnánk, teljesítem ígéretemet és bejelentem, hogy ki adta a legelső kommentet az előző, előtti videóban feltett kérdésre. Hegyközi Csaba volt az, aki tudta, hogy miért van Németországban és Ausztriában fordítva a fali kapcsoló. Azért, mert a németek szerint a kapcsoló legtöbb időt kikapcsolt állapotban tölti, ezért, hogy ne üljön meg a por a kapcsoló tetején, mikor ki van kapcsolva, ezért náluk fölfele billen a kapcsoló kikapcsolt állapotban, és lefele billen bekapcsolt állapotban. Gratulálok Csabinak a gyors válaszért, és remélem, hogy legközelebb is ugyanilyen remek válaszokat fog adni kérdéseinkre. Úgyhogy nézzük tovább a videót! Sőt, láthatjátok, a villanyszerelők szépen haladtak, gyakorlatilag készen is vannak ugye ezzel az összes kábelezéssel, amit megrendeltem náluk. Nem volt drága, de olcsó se volt. A lényeg, hogy innen megy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab adatkábel különböző helyekre, 2 oda a kanapé mellé, 4 oda a számítógéphez, tehát a szerver az ott marad gyakorlatilag. Egy elmegy ide föl, mutatom, oda a sarokban ott van ugye az access point a lakás közepén, valamint van egy adatkábel, ami onnan fog elmenni oda, hisz ugye ott lesz majd a modem, valamint látok két fekete kábelt, ez a két fekete kábel, ez pedig audio kábel, ami ott a falon lévő két hátsó hangszóróhoz, meg a 7.1-es hangrendszerhez. Tehát mint láthatjátok, már néhány radiátor le van szedve. Gyakoroltam, teszteltem, nekem is ez az első. Innen is lekerült a radiátor. Itt ebben a minek nevezzük étkezőben már lejött a tapéta nagy rész. Ugye pontosan ezért kellett leszedni a radiátort, mert a radiátor mögött nem sikerült leszedni a tapétát. Így van, ugye be van húzva minden ilyen redőnyemelőhöz az áram, minden szobába, kivéve a fürdőszobába, valamint menjünk ebbe a szobába, ez lesz ugye a stúdió. A stúdiót azt Erna jelenleg már kaparogatja, itt is ugye láthatjátok, hogy mondjad már, benn van a kábel a gurt viklerhez, és akkor még ennyi tapintát kell leszedni. Na de vissza a témához, ott már egy radiátor csöpög, és itt van az utolsó radiátor, és feleségem szólt, hogy hülye gyerek, ne felejts el róla videót csinálni, úgyhogy leszedeljük ezt a radiátort, és lépésről lépésre megmutatom, hogy megy. Az első lépés megint csak biztonsági megelőzés. Igazából nincsen rá komolyabb szükség, de én áramtanítottam a kazánt, illetve kikapcsolt helyzetbe kapcsoltam a kapcsolóját, és itt ugye mindenkinél máshol van, ahol le lehet ereszteni belőle a vizet, illetve ugye valójában ez a rátöltésre való, de itt még le is eresztettem belőle vizet. Nem szükséges, nem feltétlen kötelező, de én úgy gondoltam, hogy így biztos. Úgyhogy most elmegyünk a radiátorhoz, és megmutatom nektek a radiátor alján lévő szelepet.
üze. Ez egy ilyen dupla szelep, és a dupla szelepben az egyik ágon jön a meleg víz, a másik ágon pedig visszamegy a hideg víz. Láthatjátok itt ezt a két csavart, és a jel párhuzamos a csővel. Ez azt jelenti, hogy jelenleg ez a két csavar nyitva van. Ha ezt a két csavart elzárjuk, akkor innen a csövekből már nem tud följönni a víz, tehát ez az első lépés. Mint láthatjátok, ennek a csavarnak már ki van szopósodva a slitze, mert ezt valaki csavarhúzóval próbálta kinyitni, de valójában ilyen, milyen ez? Francia kulcs? Hollandi? Tököm tudja. Tehát ilyennel kell rámenni, vagy csőkulcssal, tehát ezzel a krobának hívják sokan. Jó, tehát most elzárjuk, ez csak egy fél fordulatot forog, mutatom. Egy negyed, na, gyere már, és fél. Így, hogy a vonal vízszintesen van, a szelep el van zárva, elzárjuk ezt is. Érdekes mód, ezek nem ugyanabban az irányba forognak, hát németek ezt így találták ki. Jó, és a két szelep el is van zárva. A következő lépés az, hogy hozunk egy törülközőt, biztos, ami biztos, egy vödröt, amiben bele fogjuk ereszteni a vizet, mert ugye ebbe azért még van víz, illetve egy másik vödröt, amire ráteszem a radiátort, mert nehéz, hogy ki tudja magát csöpögni és neki ilyen addiset tartani. Tehát összekészítettünk mindent, ami kell az akcióhoz. Én kesztyűt használok, mert láthatjátok, hogy azért egy pici víz kijön belőle, és undorító fekete víz van ezekbe a csövekbe, hisz gyakorlatilag 10 éve kering ugyanaz a víz a csőbe, úgyhogy eléggé trutty is. Kell egy vödör, amiben leereszik a vizet, egy törülköző a biztonság kedvéért. Én egy vödörre fogom rátenni a radiátort, hogy azon megálljon, így csöpök belőle a víz. Azon kívül, mint mondtam, kell a fogó és egy csavarhúzó, nem a lenti szelephez, hanem majd az itt fönt lévő csavarhoz, ami gyakorlatilag rögzíti a radiátort a falhoz. Tehát akkor lemegyünk alsófogásba, és kicsavarjuk a csavart. Mindjárt mutatom közelről. Na, sziasztok! Most, hogy így majunkban vagyunk, tehát itt a két csavar, amit elzártunk, ugye fél fordulat, és nem ezt az alsó csavart, mert akkor a pofátokba frecskel a víz, hanem ezt a felső csavart, ezt a kettőt fogjuk kilazítani. Mindezek előtt a radiátort elzárjuk, tehát nullára állítjuk, így meggátoljuk azt, hogy a benne keringő víz hamarabb kijöjjön, majd látni fogjátok, mikor elkezdjük kiereszteni belőle a vizet, hogy ez milyen sokat számít. Jó? Tehát nem nagyon szoros a csavar, hogy gyakorlatilag a kezdetek után kézzel is lehet tekerni. Jó. Így mi. Látjátok, hogy teljesen laza. Most meglazítjuk ezt a csavart is. Így most már megy kézzel is. Így, tehát ez a csavar is teljesen laza. Nézzük meg közelről. Tehát látható, hogy ez a két felső csavar teljesen laza. Most vigyázni kell, mert hogyha megnézitek közelebbről, akkor ott van egy fekete tömítés
Látszik? Remélem látszik. Itt van egy fekete tömítés. Arra a tömítésre később szükségünk lesz, úgyhogy nem szabad elszakajtani. Ha idáig meg vagyunk, akkor előkészítjük az állványt, ahol föl fogjuk állítani az egészet. Ide készítjük a törcsit. Így. És helyre rakjuk. Tehát látszik, hogy milyen mocskos a víz, ami benne van. Ide rakjuk a vödröt. Jó? Következő, fogjuk a csavarhúzót, és kilazítjuk ezt a két csavart. Nem kell megijedni, törvényszerűen nem fog leesni a radiátor a falról. Kicsavarjuk, de megpróbáljuk úgy annyira csak kicsavarni, hogy ne essen ki a csavar a menetből. Másikat is. Így. Jó. És ez a képződmény itt ilyenkor ellazul, és elengedi a radiátorunkat. Így. Jó. Tehát most már a radiátor el van engedve. Erna! Erna, ha még emlékeztek a kiváló mosogatógép szerelős videóra, annak az operatőre segít, mert annyi kezem nincs, hogy na nézzenek oda a kis extravertát. Tehát leemeljük a radiátort ide rá, úgy, hogy a két cső a vödör felett maradjon. Majd ott, ahol vagy meg. Vagy ott. A radiátor nehéz is lehet. Tehát, és amikor mondtam nektek, hogy mindenképpen nullára kell állítani a csapot, ezt mindjárt látjátok, kinyitom a radiátort, és elkezd kisírni. Tehát a radiátor kipisílte magát, látható a két gumitömítés, amiről beszéltem, meg is próbálom menteni őket. Anélkül, hogy beleessen a vízbe. Tehát így néz ki az egyik. Még nem döntöttem el, hogy ezt újra felhasználjuk-e, vagy próbálunk hozzá venni zsírújat a boltba. És így néz ki a másik gumitömítés, amit majd megpróbálunk visszarakni, vagy pótolunk. Amikor lerakjátok a radiátorokat, arra vigyázzatok, hogy ugye a szelep, lent a két kábelcsonk, valamint ez a szelep itt semmiképpen se sérüljön. Ezekre a vas darabokra nyugodtan fektethetitek őket. Illetve, hogyha festetek, akkor mindenképpen ajánlom, hogy a csövek végét, illetve a radiátor alján lévő cső végét is ragasszátok le, nehogy festék vagy por menjen bele. Most is tudjuk, hogy hogy kell leszerelni egy radiátort, következő izgalmas rész lesz, mert hogy kell visszaszerelni. Nyomjátok meg a like-ombot, osszátok meg ezt a videót barátaitokkal, és iratkozzatok fel a csatornára. Szevasztok, találkozunk legközelebb!